Több mint 45 ezeren látogattak el a hétvégén a szexuális szüreti napokra. A négy napos rendezvényen temérdek program várta a vendégeket. A hangulat idén is kiváló volt. A szombati nap egyik fénypontja a szüreti felvonulás volt. A felvonulásra rengetegen voltak kíváncsiak. A szüreti felvonulást követte a Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója, ekkor hagyományőrző néptánccsoportok léptek színpadra. Megtartották a szüret táncos párja választást is, a győztes párosnak Vég Liliana Lolitát és Farkas Patrikot, a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes táncosait választották, így egy évig ők lesznek a szüreti napok arcai. Nekem teljesen hihetetlen, és nem gondoltuk volna egyáltalán, hogy mi fogjuk ezt így megnyerni, meg hogy mi leszünk a szüret párja, de nagyon örülünk neki. Az időjárás mind a négy nap során kiváló volt. Berlinger Attila, Szekszárdváros polgármestere is kiemelte, a fesztiválon a változatos programok között mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Én nagyon szépen köszönöm valamennyi szekszári polgárnak a türelmét, a megértését és azt a fajta jó hangulatát, amellyel mi újra példát mutattunk az ország valamennyi más fesztiváljának, újra büszkén vallhattunk magunkat szekszárdinak, megmutathattuk az értékeinket. Ez a helyi lakosok, az itt élő polgárok együttműködése és jó szándéka nélkül nem működhetne, úgyhogy én nagyon köszönettel és hálával tartozom valamennyi itt élő embernek. Természetesen a Béla térről a Garai térre levezető úton most is az árusok sorakoztak fel, a gyerekeknek pedig vidám parkkal és különböző gyermekprogramokkal készültek a szervezők. A Béla Király téri színpadon számos koncertet tartottak, a vasárnapot Szikora Róbert és az Ergó zárta.